Mint a szakember elmondta, idén minden divat lesz. A megszokott piros, arany, ezüst színek mellett már feketi és lilás árnyalatokat is keresnek a vevők. A mai tapasztalatom az, hogy most visszatértünk nagyban a piros-fehérre, a zöld, ami mindenki számára a karácsony szó kimondása alapján, tehát mindenkinek ez jut az eszében. Utána el lehet gondolkodni azon, hogy kinek milyen szín élik be a lakásában, és ugye ez hozza magával a trend színeit. Itt megjelenhetnek a fekete az ezüsttel, a fekete arannyal, jelen van a lila, a fehérre, a krém, a barnás árnyalatok. A gyerekeknél, tehát ahol kis gyermekes családok vannak, ott jelen vannak a kis púderszínek, a hófehérek, a kis letisztult színek. Még mindig jelen vannak a készítményben a kedves kis figurák, a kis mese állatkák, a kis bambikák, tehát mindenféle, most ugye itt is bővültek a palettán a kínálatok, és ugye ezt mi igyekezzük elhozni a vevők számára. Az árak tekintetében a gyertyaárak jelentős emelkedése miatt a koszorúk is megdrágultak. A gyertyának jelentősen emelkedtek az árai. Ez függ megint a minőségektől, mert vannak nagyon-nagyon extra minőségek, ugyanúgy a kidolgozást fogja takarni, és ezáltal, tehát amikor készül egy adventi koszorú, és attól függ, hogy mi fog rákerülni, milyen kis kiegészítő, az a 7-8 ezer forintból már most lehet készíteni, ez egy ilyen kisebb, és ettől felfele a 25-30 ezer forint magasságában azért már ezek az extra minőségek. A tavalyi mesefigurák idén is divatosak, de a koszorún akár egy-egy életkép is megjelenik. Még a Mikulásnak a szánkója, a hintaszéke, tehát itt a kalitkák, tehát itt minden jelen van, amit csak el tudunk képzelni, mert én azt mondom, hogy itt ez a karácsony ünnepre való készület, ez nem csak a gyerekekről szól, hanem mi magunk is visszatérünk erre a kis mesevilágba, ábrándozásba, visszatekintünk a gyerekkorunk emlékére. A gyertyák színei és méretei is változóak. Vannak a megszokott egyházi jelentéssel bíró lila és rózsaszín összeállítások, de vannak csak piros, arany vagy épp zöld színű gyertyákkal készült koszorúk és asztaldíszek is. Amikor több színű gyertyát teszünk a koszorúra, vagy épp egy tálba, akkor ugye első körben mindig az egyháznak a színeit tudjuk használni, a lila és a rózsaszín. Ugyanakkor a hófehér is itt jelen van, és ettől kezdve a színvilágnak minden árnyalata jelen van. Tehát itt most már nem tudunk olyat mondani, hogy nincs, mert jelen van a színeknek az összes árnyalata, és ez határozza meg a lakásoknak a díszeit. Már nem csak a hagyományos szalma és fenyő alapra, hanem kerámia tálba, fatörzsre is készülnek adventi koszorúk. Az is jellemző, hogy sokan csak az alapot és a hozzávaló gyertyákat, díszeket szerzik be az üzletben, és otthon akár gyermekükkel közösen készítik el a családnak az adventi koszorút. Sokan megkeresnek az ügyben, hogy ők maguk szeretnék elkészíteni a kis adventi koszorúkat. Ennek az a fontos szerepe a karácsonyra való készületnek, hogy család összetartó szerepe van, és ez megint egy más világot hoz számukra. Ezért mi is biztosítjuk számukra azt, hogy minél olcsóbban meg tudják kapni a hozzávalókat. És ezért tehát a szalma alapot, vagy egy kis naturális alapokat akkor azt ugye összeszedjük, az olcsó gyertyákat, hogy ő maguk is otthon rá tudjanak készülni. Ez azt akarhatja magában, hogy azért itt 1-2000 forintot ők maguk is meg tudnak spórolni. Most, hogyha egy kicsit a pénztárca kimélés gondolatokban megyünk bele, itt a koszorú alapokat a tavalyihoz képest az a 2000 forintért tudtuk adni, most azért 2800, 2900, 3000 forint alatt azért hozzáférhető. A gyertyák úgy szintén, tehát a gyertyákat 350-ért tudtuk adni a tavalyi áron, most azért a 400-450 darabonként járat tudják beszerezni a vevők.
és ugye ebből ők ki tudják kalkulálni a maguk kis asztali díszeiket. Van, aki ajándékba is készít családtagjainak, mert úgy érzi, az személyesebb.